Anna Mari? Apa! Mi a baj? Semmi! Anyám a későn jön, megjött, hogy rakjuk egy kicsit össze. Aha. Gyere, ide kislány! Én 15 éves koromban titokban egy színésznőben voltam szerelmes. De egy régi olasz újságban láttam a képét, apám íróasztalának a fiúkjáról találtam. És ezt most miért meséled el nekem? Mert olyan érzés volt, mintha nagyon-nagyon magasról néznék le. Szédítő, félelmetes. És csodálatos. Még most is emlékszem rá. Hogy nem vagyok szerelmes. Az első szerelem az olyan, hogy soha nem felejted el. Próbálj olyanban szerelmes lenni, aki megérdemli. És tudd, hogy én mindig itt vagyok. Én meghallgatlak, ha kell. Segítek. Jó van, köszönöm akkor. 20-30-50 év múlva is fognak beszélni erről a drámáról. Ön mit gondol? Mi lehet ennek a titka? Hát az, hogy valahogy úgy érvényes, vagy én azt érzem, hogy most is, tehát hogy ez egy, hát ha 88-tól veszük, akkor az azt jelenti, hogy 98, 2008, 2000, tehát egy jó 30 éves sztori. Tehát, hogy és a Ceausescu diktatúrájában játszódik, és mégis iszonyatosan jelenvaló. Hát, hogy onnan lehetne a Erdogán Törökországa, a Pinochet Chiléje, tehát ugye nyilván mindig időnként valahol a földön előkerül egy diktatúra, ami így úgy amúgy szorongatja az embereket, és van benne valami örökérvényű. A másik dolog, ami örökérvényű benne, az az alaptéma, ez az Ifigénia Aulisban, mint alaptörténet, vagy mint a történet mélyén húzódó ilyen búvópatak, mert ugye nem egy az egybe az, de mégiscsak onnan van az alapsztori, vagy hogy mondjam, tehát annak az átiratta valamilyen formában, és hát a görögök, egy görög tragédia az kortalan. És ilyen módon szerintem a Dragománnak sikerült egy olyan színdarabot írni, ami nagyon ritka a magyar drámairodalomban. Ennyire pontosan, ennyire szépen, ennyire milliméterre kiszámított és megírt mondatokat tegyen bele. Nagyon ritka a magyar dráma esetében, a Spiró tud ilyet, ritkán, kevesen tudnak ilyet, és nagyon ritkán születik, mit tudom, 10-15 évente egyszer születik ilyen magyar dráma. Tehát ez egy kivételes. Én nagyon örülök, hogy találkoztam vele, és annak is örülök, hogy nincs nagyon sok előzménye. Ugye ezt Kolozsvára mutatták be, ott volt az ős bemutatója, és Magyarországon pedig Máté Gábor rendezte meg egy főiskolás végzős osztálynak az Ódri színpadon, úgyhogy nem is vindikálnám el tőlük a jogot, tehát ők az ős bemutatósok, mert az is egy színházi előadás volt az Ódri színpadon, de hogy kőszínházban Magyarországon ez az első alkalom, és én ennek nagyon örülök, hogy közön van hozzá. Az ön választása volt, hogy ezt rendezi meg, vagy a színházvezetés választása? Ez mindig egy közös döntés szokott lenni, tehát én a Göttinger Palitól, a színház főrendezőjétől kaptam ezt a szöveget. Ugye mindig az szokott történni, hogy olvasgatunk, oda-vissza küldözgetünk mailbe egymásnak ajánlatokat, ők ajánlottak több mindent, én ajánlottam több mindent. Nagyon sok szempont van egy évad összeállításánál, hogy ki mit csináljon, ki dolgozzon benne, hogy legyen, stb. Stb. És akkor egyszer csak a Göttinger Pali küldte nekem ezt a szöveget, én elolvastam, és ott kész. Tehát az első 15 oldalnál tudtam, hogy na ez az. Tehát onnan már úgy olvastam, hogy ezt csinálom. Tehát nem is értem a végére, mire az volt a válaszom, hogy igen. És milyen volt a próba folyamat ezzel a nyíregyházi társulattal? Szuper. Nagyon-nagyon jó volt. Én nagyon szerettem itt lenni, nagyon szeretem a színészeket is, meg az egész közeget. Szerintem nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó emlék, jó próba folyamat volt. Tehát, hogy nem egy könnyű darab, és mégis azt éreztem, hogy egyrészt azt, hogy ahogy megtámogattak hátul a műszaktól kezdve a világosító, hangosító, kellékes mindenki, a színészekről nem is beszélve. Tehát nagyon, nagyon jó meló volt. Én nagyon szerettem itt lenni. Egyet már kezdem, nem hallod? Apa, normális vagy! Egyet... Mi az Isten kérdez, mi? Bejössz az irodámba cirkus csinálni? Mit mondok a tábornoknak, mi? Nem érdekel! Azt akarom, hogy csináld vissza! Nem akarom, hogy tovább maceráljátok gyűjt! Semmi baj, tábornok elvtárs, jelentem! Csak a hisztis lányom jött be cirkuszolni! Nem fog előfordulni, legfeljebb hetente kétszer! Elfogtad te egyáltalán, hogy mit csináltál? Nem akartak beengedni hozzád. Azt mondták, hogy nem vagy ott. Hiába mondtam, hogy ki vagyok. Nem akartak beengedni. Nem? Még szép, hogy nem! Ki az, akit ön alakít az előadásban? Én Veres Ezredest alakítom, aki a
aki helyi szekuritáte főnök, tehát a román titkos rendőrségnek a nem országos, de a helyi nagyvárosban ő a mindenható. És milyen ez a karakter? Hát ahogy egy titkos rendőrhöz illik, gonosz. Gonosz, de azért Dragomány György elég szépen megírta azt a magányt is, amit egy ilyen nagy beosztású, elég különös morálú ember tapasztal valószínűleg élete során. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen nagyon nagy hatalmú és folyamatosan rettegő és folyamatosan figyelő emberek roppant magányosak. Akár az emberek a városban nem néznek rá őszintén, és ezt ő pontosan tudja, akár a családján belül is. Ez egy színdarabnak íródott, amit én nem is tudtam, hogy Gyuri írt színdarabot is. Én csak eddig novelláit olvastam, és prózáit csak. Én azt gondolom, hogy nagyon érett drámaíró. Ez nagyon, nagyon, nagyon élő és erős helyzeteket ír. Azt gondolom, hogy 20, 30, 40, 50, 100 év múlva is ez a darab, ez létező darab lesz, és játszani fogják. Ön először játszik itt a Nyíregyházi Társulattal vendégként? Így, ilyen módon igen. Vidor Fesztiválon voltam több jó pár alkalommal, tehát a színház maga nem ismeretlen számomra, és hát miután ez egy kis ország, és én pedig elmúltam 50 éves, ezért jó pár színésszel ismertük egymást már előtte is. Milyen volt a próba folyamat? Nagyon üdítő. Én Rémuszt ismerem, a rendező Cikszai Rémuszt régebb óta, dolgoztunk is sokat együtt. Úgy láttam, hogy a társulat is nagyon, nagyon elfogadta őt, és nagyon, nagyon jó hangulatú, és mégis nagyon intenzív próbaidőszakon vagyunk túl. Remélhetőleg ez majd az eredményekben is látszik. Ha valaki kikészített, akkor az ki lesz készítve. Nincs olyan, hogy közben meggondolom. De van. Azt hittem, hogy vége, hogy nem vagyok szerelmes, de nem így van. Mit ígértek te nekem? Mi? Mit? Ott találnak náluk az embereim! És miközben még mi cirkuszt is csinálsz, üvöltözöl velük, ahelyett, hogy szépen befognád a pofádat és lelépni. Azt akartam, hogy ők lépjenek le onnan. De azt hiszed, ez valami hülye játék? Mi gondolsz, nekem nincsenek ellenségeim? Nekem nem kell egyfolytában védeni a hátat? Nem érdekel. Utána képeleken. Élvezettel nyírnának ki a saját embereink közül is nemet. Most nem rólad van szó, érted? Vegyen-e nekem a paranoiás hülyeségeivel? Meglátod, rám sütik, hogy sikrasztottam, vagy elhajlok, vagy nacionalista vagyok, vagy mit tudom én, és akkor kész. Kész, vége!